Köszöntöm a nézőket, ez történt az évben című műsorunkban, 2019 legfontosabb atomenergetikai híreit foglaljuk össze. A hazai nukleáris létesítmények értékelése, a nemzetközi felülvizsgálatok eredménye, valamint az OAH idei feladatai mind téma volt az Országos Atomenergia Hivatal évindító sajtótájékoztatóján Budapesten. Januárban az eseményen Fichtinger Gyula főigazgató és Hullán Szabolcs főigazgató helyettes tájékoztatta az újságírókat. A hivatal nem támogatója az atomenergia alkalmazásának, nem is ellenzője. Mi a biztonságos felhasználás felügyeleteért vagyunk. Biztonságosan, az előírásoknak megfelelően üzemeltek tavaly is az atomenergiát alkalmazó magyarországi létesítmények, fogalmazott az Országos Atomenergia Hivatal évindító sajtótájékoztatóján Fichtinger Gyula főigazgató. Beszámolt róla, hogy a hatóság több mint 1800 ellenőrzést végzett és 1600 engedélyt adott ki a nukleáris létesítményeknek, valamint a kisebb felhasználóknak az elmúlt évben. A főigazgató tájékoztatójában kitért a Duna vízhőmérsékletére is. Most is, mint korábban hangsúlyozni kell, hogy a Duna hőmérséklete az környezetvédelmi kérdés közvetlenül nem befolyásolja a nukleáris biztonságot. A Duna alacsony vízszintje szintén nincs közvetlen direkt hatással a nukleáris biztonságra, nem veszélyezteti. Az alacsony vízszint a villamos energia termelése lehet csak hatással, egyértelműen kizárható a nukleáris biztonsági hatása ezeknek a jelenségeknek. A nukleáris létesítményekben és a radioaktív hulladék tárolókban 32 jelentésköteles eseményt vizsgált a hivatal, ezek a nukleáris biztonságot nem érintették. A kisebb engedélyeseknél összesen 7 sugárvédelemmel kapcsolatos esemény hatósági kivizsgálását kellett elvégezni. A két új blokk építése kapcsán az OAH tavaly 3 felvonulási épület építését engedélyezte a telephelyen, és folyamatban van egy újabb eljárás. 2019-ben várható P2 tájékoztatása szerint további felvonulási épületekre vonatkozó engedélykérelem, illetve tovább folytatjuk azt a felügyeleti tevékenységet, amelynek keretében P2 tevékenységét ellenőrizzük, illetve folytatjuk azt az értékelést, ami a tevékenységükre vonatkozik. Az új blokkok építési munkálatait létesítési engedély birtokában lehet majd megkezdeni. A kérelem beérkezésére a hivatal felkészült, részletezte a hivatal vezetője. Az engedélykérelem elbírálására maximum 15 hónap áll rendelkezésre. Az OAH Nemzetközi Nukleáris Biztosítéki Egyeztetést kezdeményezett, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség és az Európai Unió elvárásainak pontosítása, valamint a tervezhető magyar teendők meghatározása érdekében. Két oldalú kapcsolatokat alakítottunk ki speciálisan ezen a területen, a finn hatósággal, az orosz hatósággal, a fehér orosz hatósággal, évente több alkalommal értékeljük a Paksra tervezett 5-6-os blokkhoz hasonló blokkok telepítésének, létesítésének, engedélyezésének tapasztalatait. Elsősorban ezeknél a hatóságoknál lelhető fel konkrét tapasztalat az adott blokkokkal kapcsolatban. A főigazgató tájékoztatása szerint tavaly lezárult 2 hazai nukleáris létesítmény, a kiégett kazetták átmeneti tárolója és a Paksi atomerőmű 10 évenként esedékes időszakos biztonsági felülvizsgálata. Fichtinger Gyula arról is beszélt, hogy a nemzetközi vizsgálatok során Magyarország jól vizsgázott 2018-ban. A NAU szakértői delegációja tavaly azt vizsgálta, hogy a teljes nukleáris hatósági rendszert értékelő 2015-ös misszió javaslatait és észrevételeit hogyan kezelte Magyarország. Azt állapították meg, hogy jelentősek a hatósági rendszer továbbfejlesztésében elért eredmények. A megbízható hosszú távú villamos energia ellátás és az atomenergia szerepe volt a fő témája annak a januári konferenciának, amelyet Süli János, a Paksi atomerőmű 2 új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter, valamint a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet nukleáris energiaügynöksége szervezett. Az eseményen Süli János mellett William D. Megwood, az OECD NIE főigazgatója tartott előadást az érdeklődőknek.
Paks 2 nélkül nincs hosszú távú biztonságos áramellátás, és az atomerőmű versenyképessége vitathatatlan. Hangsúlyozta Süli János a paksi atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélkül miniszter Budapesten. A hosszú távú villamos energiaellátásról és az atomenergia szerepéről rendezett budapesti konferenciát megelőző sajtótájékoztatón Süli János hangsúlyozta, hogy az atomerőmű nem a megújuló energiaforrások ellen épül, hosszú távon a kettő együtt jelent megoldást a villamos energia ellátásban. Az OECD nukleáris energia ügynöksége által készített és a budapesti konferencián ismertetett tanulmány azt mutatja be, hogy mi az az arány, amely gazdaságosan a lakossági és az ipari fogyasztók számára is elérhető ár mellett kialakítható, ismertette. Kérdésekre válaszolva beszélt a tárca nélküli miniszter arról, hogy a paksi erőmű két új blokkjának létesítési engedélykérelmét akkor nyújtják majd be, ha az engedélyezésre biztosan alkalmas lesz, így konkrét időpontot nem kívánt mondani. Paks 2 finanszírozásáról Csüli János azt mondta, mivel a korábbi uniós vizsgálatok elhúzódtak, most folynak az egyeztetések az orosz-magyar hitelszerződés átütemezéséről, a módosított szerződést az országgyűlésnek kell majd jóváhagynia. A miniszter szavai szerint fontos, hogy az energia előállításának költsége megfizethető legyen a lakosságnak, és elősegítse az ipar versenyképességét. Nem csak az éves felhasználás nő, hanem az import is, most 31,4%, tehát a mindenkori legnagyobb importra volt szükség az elmúlt évben. Ez is azt indokolja, hogy a paksi atomerőmű beruházás az elkerülhetetlen, hisz ez a kitettség, ez nagy mértékben a gazdaságot, a lakosság olcsó villamos energiaellátását bármikor megingathatja. William D. Magwood, az OECD NEA főigazgatója egyebek mellett arról beszélt, hogy a jövőben jelentkező villamos energia igények kielégítéséhez komoly beruházásokra van szükség. A megújuló energiaforrásnak, mint mondta, jelentős szerepe lesz, ugyanakkor azzal is tisztában kell lenni, hogy milyen valós költségei vannak az energiatermelésbe történő bekapcsolásuknak. Ez az egyensúly valószínűleg minden tagország számára más és más lesz, tehát esetről esetre változik. Igen, azok az országok, ahol nagyon kedvező szélviszonyok vannak, vagy nagyon kedvező napenergia, napkollektorok telepítésére való viszonyok vannak, nyilvánvaló, hogy nagyobb mértékben tudják majd a megújuló energiaforrásokat az energiamixba beépíteni, és ezért kedvezőbb árat elérni. Magyarul ez az egyensúlyi helyzet országról országra változik. Összefoglalom, minden energiaforrásunkra szükség van, mindegyikre. És a megfelelő módon kell az egyensúlyi állapotot elérni. Minden egyes költségelemet figyelembe kell venni. Később Süli János tárca nélküli miniszter a sajtótájékoztatón azt mondta, az OECD nukleáris energia ügynöksége megbízható, igazolt tényeken alapuló válaszokat ad az energetika területén felmerülő kérdésekre. A tanulmány hosszú távon használható az atomenergia és a megújulók közötti együttműködés kialakításában. Márciusban Hárfás Zsolt kapta az Urántól díjat, a Magyar Sajtónapja alkalmából Paksváros önkormányzata és az MVM Paksi Atomerőmű ZRT által közösen szervezett ünnepségen az Atomtól elismerést is átadták, amelyet Susáni Anka vehetett át. A papíralapú és online újságtól a televízión át a rádióig rengeteg módon jelenítik meg a sajtót városunkban, szabadon tájékoztatva és mindennapi munkájukkal szolgálva a paksi polgárokat. A város vezetése pedig a jövőben is támogatni kívánja azt a magas színvonalú munkát, amit önök, helyi újságírók végeznek minden nap városunk közösségéért. Ezzel a gondolattal köszöntötte Szabó Péter Paks polgármester elsőként a sajtó képviselőit március 14-én az önkormányzat és az atomerőmű közösen szervezett ünnepségén. A város vezetője beszédében megköszönte a média képviselőinek felelősségteljes munkáját. Ezt követően az MVM Paksi Atomerőmű ZRT kommunikációs igazgatója köszöntötte a megjelenteket. Valamilyen szinten egy ország energetikai függetlensége az hosszú távon meghatározza, hogy mit fogunk csinálni, mit. Ahogy a 48-as fiatalok tettei 67-ben a kiegyezéssel értek el igazából eredményeket, azt gondolom az, hogy mi harcolunk egy kicsit a globális felmelegedés ellen, hazánk energia függetlenségéért, ez valamilyen szinten egy hasonló küldetés.
A paksi atomerőmű által 1992-ben alapított urántoldíjat a csütörtöki eseményen adták át, amelyet idén Hárfás Zsolt újságíró kapott. Fantasztikus érzés, és nagyon köszönöm ezt a díjat. Ez is azt jelzi, hogy amit eddig csináltam, az egy jó dolog, és ezt nagyon sokan elismerik. Tehát ez a fajta kommunikáció, amit én végzek, ez hasznos az országnak. Az Atomtól díjat alapítása óta 5. alkalommal adták át a Magyar Sajtó napján az Atomerőmű magazinban tudósítók, közreműködők tevékenységének elismerésére. Az Atomtól díjat idén Susán Janka kapta. Nagyon örültem neki, és hát tegnap is egy riportot voltam egyébként készíteni Huszoldon, úgyhogy ez így nekem tényleg a hétköznapokban is egy örömforrás, meg azt remélem, hogy a cikkeimen keresztül ez átjön, hogy én kikkel találkozom, milyen helyekre jutok el. A Magyar Sajtó napján a Bezerédi iskola tanulói adtak ünnepi műsort. A Tolna megyei Balassa János kórház betegei után áprilisban a paksi székhelyű Paks Kistérségi Szociális Központ családsegítő szolgálatának rászoruló ügyfelei számára szervezett gyűjtést a Paks 2 Atomerőmű ZRT. A társaság budapesti és a 4 paksi telephelyén zajlott a gyűjtés egy hónapon keresztül. Szociális és gyermekjóléti alapellátást nyújtanak a Paks Kistérségi Szociális Központ munkatársai. Az intézmény működési területén a paksi kistérségben több olyan család is él, amely rendszeres támogatásra szorul. Most nekik nyújtanak segítséget a Paks 2 Atomerőmű ZRT dolgozói. Több 100 000 forintot gyűjtött össze a cég kollektívája, a kommunikációs igazgatóság által koordinált akció zárásaként a befolyt összeget a központ vezetőjének adta át Mitler István szerdán. A cégvezetésünk is támogatta a kezdeményezést, a Paksi Családsegítő Szolgálatra esett a kollégáimnak a választása. Gyakorlatilag egy hónapon keresztül voltak kihelyezve az urnák mind a paksi 4 telephelyen, mind pedig a budapesti irodánkban. Nagy örömünkre szolgál, hogy jelentős pénzösszeget adományoztak a kollégáink. Borbás László intézményvezető megköszönve a Paks 2-es munkavállalók adományait elmondta, több rászoruló családnak komoly segítséget jelent a felajánlott összeg. 20-30 család az, aki részesülhet ebből a tényleg jelentős összegű adományból. Az átadásnál arra fókuszálunk, hogy azokat az élethelyzeteket mérlegeljük, és azoknak a megoldásához nyújtsunk segítséget, amelyre a szociális ellátórendszer a szigorú szabályozás miatt sajnos nem lát lehetőséget. Az adományok jelentős része valóban megtárgyasul, élelmiszeradományokról, olyan szolgáltatásokról beszélhetünk, amelyeket különben nem tudnának igénybe venni a családok. A Paks 2 ZRT korábban is szervezett jótékonysági akciókat. 2018. decemberében a Tolna megyei Balassa János kórház betegeinek vitt ajándékot a cég vezetése. Az Atomerőmű Majálison a hagyomány szerint kiosztották az igazgatósági nívódíjakat. Az elismeréseket Pekári Géza vezérigazgató adta át ünnepélyes keretek között. Az eseményen megünnepelték az Atomix 25. születésnapját is. Beszédet Juhász Sándor, az első ügyvezető igazgató mondott, majd az évforduló alkalmából díjazták a szervezet kiváló munkatársait. Hagyományosan az atomerőműves Majálison adják át a kiemelkedő teljesítménynyújtó munkavállalóknak az igazgatósági nívódíjakat. Idén is színpadra szólították a vállalat büszkeségeit, akiknek Pekári Géza, az MVM Paksi Atomerőmű ZRT vezérigazgatója adta át az elismeréseket. A kollégák idén is maguk közül választották ki a kitüntetésre javasoltakat. Nagyon nagy megtiszteltetés, nagyon szépen köszönöm. Ezek szerint megéri ott dolgozni az embernek 30 évig, ahol megbecsülik a munkáját. Igyekszem megfelelni a szakma elvárásainak és a kollégáim megbecsülését is megtartani. Idén 25 éve, hogy az Atomix Kft. Elkezdte működését, és rövid időn belül a második legnagyobb adózó lett Pakson. A kezdeti időszakról és a szervezet fejlődésének mérföldköveiről az első ügyvezető Juhász Sándor beszélt az eseményen. Először az éttermet irányítottuk, tehát az, az,
a partnál az éttermet, majd utána az Atomix étteremé vált az ASE étterem, majd utána a tűzoldókat kaptuk meg 94 júniusában, majd később a rendészeket, és akkor már 300-400 emberünk volt. Utána az atomerőmű külső szolgáltatásaiból akkora részt hasítottunk ki, amit tudtunk, de mivel bizalom irányunkban elég normális volt, és azért hallhatták itt az ünnepségen, hogy azért a vezetőink majdnem mindenki atomerőműves volt, és aki nyakon lehet csípni, az nem szökik meg a pénze, nem lop, elkapjuk. Tehát ez volt az egésznek a lényege, hogy a bizalom nagyobb volt, mint egy idegenből vállalkozóval szembe. Az Atomix 2001 óta az atomerőmű tulajdonában van. A szervezet munkavállalóit legutóbb 5 évvel ezelőtt tüntették ki, az idei jeles évforduló alkalmából ünnepélyes keretek között adták át az Atomix díjakat. Mintegy 15 kiváló alkalmazottat szólítottak ki a színpadra. Az ASE étterembe kezdtem vállalkozóként, egyéni vállalkozóként, aztán ugye később rendesen állományba kerültem. Hát nagyon sok kemény rendezvényen vettünk részt, úgyhogy kemény volt ez a 20 év. Hát az Egyesült Szálloda az egy más tészta, ugye, ott magasabb a színvonal, nagyon jók a kollégák, és imádok mindent csinálni. Sokszor ugye elfáradunk, de a visszajelzések alapján ez természetesen elfelejtődik. A díjátadó után a Tűzvirág táncegyüttes lépett színpadra, az este pedig koncertekkel zárult. Májusban közös orosz-magyar környezetvédelmi expedíció zajlott Pakson az OKA régióközi társadalmi ökológiai mozgalom kezdeményezésére. Az orosz környezetvédelmi szervezet a magyar szakemberekkel végzett közös vizsgálatok után Paks városát és a paksi atomerőművet is kitüntetésben részesítette. Nem elég, hogy egy-egy cég mondja magáról, hogy környezetbarát. Конечно же, прежде всего атомная станция должна быть дружественной по отношению к окружающей ее среде. Hanem nagyon fontos, hogy a környezetben élő lakosság, a civilek is ellenőrizni tudják és ugyanezt mondják. Magyarországon régóta működik a társulások rendszere, az orosz féllel történő együttműködés folytatásaként a civil ellenőrzés területén is egy újabb lépcsőre léptünk. Ezekkel a gondolatokkal köszöntötte dr. Kovács Antal, az MVM Paksi Atomerőmű ZRT kommunikációs igazgatója, a napokban megrendezett sajtótájékoztatón megjelenteket. Az orosz társadalmi ellenőrzést megvalósító teljes szervezeti felépítés itt volt ugye nálunk, tehát értem ez alatt az orosz parlamentnek, a Dumának 4 bizottsági elnöke vett részt ebbe a 3 napos látogatásban. A Rosszatomnak a képviselői és a szakértői is itt voltak, akiket egyébként a civil szervezetek vizsgálnak transzparens módon, és maguk, akik a vizsgálatot végezték, az AKA és a szakértőik. Látogatásuk célja az volt, hogy környezeti alapfelmérést készítsenek a paksi atomerőmű környezetében. Kovács Pától azt is megtudtuk, hogy az AKA feladata elvégezni a társadalmi ellenőrzési folyamatot minden olyan nukleáris létesítménynél, amely az Orosz Föderációban létesült. Az elmúlt időszakban több erőműben, Belojárszkban és Leningrádban is végeztek méréseket. Pakson május 12-e és 17-e között tartották meg az orosz-magyar ökológiai expedíciót. Az összes mérés és vizsgálat eredménye, amelyet a városban és a környéken végeztünk el, megfelel az érvényben lévő nemzetközi követelményeknek és előírásoknak. Ezeknek az elemzéseknek 2 célja van, kutatás és tájékoztatás, ezért a vizsgálati eredmények nyilvánosak lesznek. A Rosszatom Társadalmi Tanácsának elnöke az eseményen elmondta, hogy szervezetük azzal a céllal látogatott Paksra, hogy megismerjék, hogyan és milyen módszerrel végzik Magyarországon a társadalmi ellenőrzése kapcsolatos feladatokat. Lehetőségünk volt találkozni a magyarországi parlamenti képviselőkkel, és megismerhettük azt, hogy Magyarországon hogyan kezelik az atomerőművel és atomenergetikával kapcsolatos témákat. Mindezt egy egész napos szakmai konferencia és konzultáció keretében.
Szergej Baranovszky megállapította, hogy Magyarországon nyílt és objektív tájékoztatást végeznek. Ahogy az az eseményen elhangzott, a társadalmi transzparencia biztosítása és az atomenergia hosszú távú alkalmazása közös cél, ezért együttműködési megállapodást írtak alá az AKA és az Energiapolitika 2000 társulat vezetői. A megállapodás keretében mi nagyon sok tapasztalathoz fogunk jutni, és fel tudjuk építeni azt a szakértői társadalmi ellenőrzési rendszert, amit a OKA már megalkotott. Az itt kialakult szakértői hálóval meg lehet akadályozni a megalapozatlan félretájékoztatást, tette hozzá dr. Járosi Márton. Az eseményen az AKA elnöke kristálygömböt ajándékozott Szabó Péter polgármesternek, valamint egy ajándéktárgyat adott át dr. Elter Józsefnek, a Paksi Atomerőmű vezérigazgató helyettesének, a vállalat magas szintű környezetvédelmi tevékenységéért. Júniusban kezdetét vette a Paks 2 atomerőmű felvonulási területén az első épületek kivitelezése. Süli János, a Paks 2 projektért felelős tárca nélküli miniszter, megtekintette az építkezést az orosz fővállalkozó, az ASZE mérnöki vállalat RT Paks 2 projektigazgatója, a Paks 2 atomerőmű ZRT vezérigazgatója és a kivitelezést végző kész építő és szerelő ZRT vezérigazgatója társaságában. Jelképes gombnyomással kezdődött meg a Paks 2 atomerőmű első felvonulási épületeinek kivitelezése. A munkálatok indítása kapcsán tartott bejáráson Süli János, a Paks 2 projektért felelős tárca nélküli miniszter hangsúlyozta, atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs rezsicsökkentés, nincs klímavédelem. Egyértelműen kijelenthetem, hogy tényleg Magyarországon nincs más mód, hogyha akarjuk a klímacélkitűzéseket, az olcsó villamos energiát a családoknak, ezt a két blokkot meg kell építenünk, meg is fogjuk. Első jelentős állomása ennek a irodaépületek megkezdése, úgyhogy én kívánok mind a kivitelezőnek, mind a fővállalkozók, mind magunknak további jó együttműködést. A felvonulási épületek létesítésével fontos mérföldkövéhez érkezett az orosz-magyar kormányközi megállapodás alapján megvalósuló Paks 2 projekt. Ezekkel a munkálatokkal megkezdődnek az előkészületek a Pakson megépülő két új blokk létesítéséhez. A telephelyen mától folyamatos lesz a munkavégzés, mondta Alexander Hazin, a Rosatom mérnöki divíziójához tartozó ASZE mérnöki vállalat RT alelnöke. Nagyon kellemes számunkra ez a munka, mint egy egységes csapat úgy dolgozik együtt az orosz és a magyar csapat. Az első pályázatot magyar cég nyerte, ami véleményem szerint egy nagyon jó dolog, mondta Alexander Hazin, az ASZE mérnöki vállalat RT Paks 2 projektigazgatója. Lenkei István, a Paks 2 ZRT vezérigazgatója kiemelte, a társaság megrendelőként abban érdekelt, hogy kiváló minőségben valósuljanak meg a Paks 2 projekt kivitelezési munkálatai. Én bízom benne, hogy a folytatás az zökkenőmentes lesz, és a kettes, 1-1-2, 1-1-3-as épület is rendben meg tud épülni, majd pedig az azt követő összesen 80 darab épület. A kivitelező kész építő és szerelő ZRT számára fontos a mostani megbízás, mondta Sárai Zoltán vezérigazgató. Hozzátette, elnyeréséhez hozzájárult a vállalat eddigi számos nemzetközi referenciája mellett az, hogy saját erőforrásaira tud támaszkodni. Célunk, hogy hosszú távon részt tudjunk venni ebben a meghatározó projektben, és tudásunkat egyéb feladatokban is meg tudjuk mutatni. A bejárás résztvevői megtekintették az építési területet és a már korábban elkészült 22/11 kV-os transzformátorállomást, amellyel a megrendelő Paks 2 ZRT biztosítja az orosz fővállalkozó számára az építési munkálatokhoz szükséges villamos energiát. Miért nem lehetne leforgatni Pakson a Csernobil című filmet? Ezt a nevet kapta az MVM Paksi Atomerőmű ZRT által szervezett program nyáron. Látogatás a Paksi atomerőműben tavaly júniusban az urándioxid fűtőanyag útját járhatták végig a sajtóképviselői. Az üzemi területet a beszállítói folyosótól kezdve a friss üzemanyag tárolóig megnézhették az érdeklődők. A napokban is tartott egy hasonló bejárást a kommunikációs igazgatóság 32 újságírónak. A programon arról volt szó, hogy miért nem lehetne leforgatni Pakson a Csernobil című filmet. A kommunikációs igazgató szerint a csernobili úgynevezett RBMK erőmű volt, a Paksi pedig VVER reaktorokkal felszerelt. Maga a dizájn és a két blokk közötti tervezési alapok teljesen mások. A Csernobilinál ott, amikor megindult a reakció, megindult a melegedés,
ez nem visszahatólag, hanem nem tékezőleg, hanem pozitívan hatott a reaktorra, és elindult egy gyorsulás, és exponenciálisan nőtt a teljesítmény, magyarul meg tudott futni és felrobbant. Nálunk, ha megemelkedik a hőmérséklet, akkor a reaktivitás azonnal csökken, és saját magát visszaszabályozza a rendszer. Magyarul nem történhet meg olyan, hogy egy pillanatok alatt felmegy a teljesítmény sokszorosára. Amikor elindítjuk a blokkot főjavítás után, akkor 10 óra, mire fel tudunk menni a teljesítménnyel a megfelelő szintre, mert ott negatív a visszacsatolás. A kommunikációs igazgató szerint Pakson egy külön rendszer is működik, ami a biztonságot szolgálja. Van egy Verona nevű rendszerünk, ami a reaktor számtalan paramétereit különböző módon hőmérsékletet mér, a reaktivitás mértékét. Ha nem áll össze a megfelelő kép a számítógépbe, akkor, amint említettem, az a elektromágnes, ami fönntartja a biztonságvédelmi hudakat, az elenged és 10-12 másodperc alatt leáll a blokk. Aktív és passzív védelmi rendszereink vannak, minden rendszerből, ahogy mondtam, minden fontos biztonsági berendezésből 3 van, tehát nagyon figyelünk arra, ami közül egy is el tudja látni a funkcióját. Ha véletlenül egy fő biztonsági berendezés elromlik, van rá egy pár óránk, hogy rendbe hozzuk, ha nem tudjuk, akkor le kell állnunk, mert tartósan 2-vel nem fogunk tudni menni. Tehát nagyon ez is a biztonsági filozófiát jelzi. Külön mérésekkel figyelik a sugárzási értékeket, és az adatokat pedig szinte azonnal továbbítják az illetékes hatóságokhoz. Minden dolgozónk, aki bejut az atomerőmbe, megy dolgozni, az kap egy hatósági dozimétert, tehát a hatóság minden év végén kiértékeli, hogy mennyit kapott, és van egy filmdoziméter, hogy ő maga lássa, hogy az adott munkában milyen sugárterhelést ért el. A paksi atomerőmű 4 blokkja tavaly a bruttó hazai villamos energia előállítás felét biztosította, az MVM Paksi Atomerőmű ZRT nyitott, bárki meglátogathatja, ezzel a lehetőséggel évente 30-40 ezer ember él. Júliusban tanulmányi ösztöndíjprogramot indított a Paks 2 ZRT. Az Atomenergia a biztos jövő elnevezésű program célja, hogy felkeltse a fiatalok érdeklődését az energetika, az atomenergia iránt, jól képzett szakemberekkel, erősítse a Paks 2 projekt szakembergárdáját. Komoly lehetőség a középiskolások és egyetemisták számára a Paks 2 ZRT szeptemberben induló ösztöndíjprogramja. Célunk az, hogy az energetika és az atomenergiáját érdeklődő fiatalokat minél előbb megszerezzük magunknak. Kicsit magabiztosnak tűnhet az a név, ami ugye elhangzik, az atomenergia biztos jövő, de azt gondolom minden hallgató és néző előtt ismert az a tény, hogy a Pakson létesülő új atomerőmű blokkok várható üzemidője 60 év, és azt gondolom, ez kellő magabiztosságot ad ahhoz, hogy ezzel a szlogennyel indítjuk az ösztöndíjprogramunkat. A program 3 egymásra épülő szakasz keretében akár a középiskolai évektől a mesterszakos diploma megszerzéséig célzott szakmai orientációt és versenyképes juttatási csomagot nyújt. Emellett álláslehetőséget kínál a felsőfokú tanulmányaikat befejező hallgatók számára. Az ösztöndíj programra 7 meghatározott egyetem hallgatói, valamint az energetikai szakgimnázium és kollégium diákjai jelentkezhetnek. Nagyon fontos, hogy társasággal ugye szerződést kötnek ezek a diákok, és nekik is vannak olyan kötelmek, amelyeket teljesíteniük kell a szerződés szerint. Ebbe beletartozik az, hogy az elvárt tanulmányi eredményt tartaniuk kell. Ezen túlmenően az energetikai szakgimnázium és kollégium diákjainak a továbbtanulást ugye vállalniuk kell. A BSC és MSC képzésben részvevőknél pedig a záró feltétel az, hogy a végén állásajánlatot tesz a Paks 2 Atomerőmű ZRT a diákok részére, amely ha elfogadják és megfelel nekik, akkor utána örömmel várjuk kötelékünkbe, és reméljük, hogy minél több diák fog ehhez a csapathoz majd csatlakozni. Mitler István kommunikációs igazgató kiemelte, hogy a Paks 2 ZRT 5 ESIS, valamint összesen 10 alapképzésben vagy mesterképzésben résztvevő hallgató számára biztosít ösztöndíjat a következő tanévtől. Az ESIS-ek esetében fél évente 75 ezer, a hallgatók esetében 300 ezer forint összegben. Elsősorban szeretnénk, hogyha itt helyi, regionális szinten jelentkeznének a fiatalok, látva a Paks 2 Akadémiának a sikerét.
Én úgy gondolom, hogy erre minden remény megvan. Mitler István hozzátette, az érdeklődők részletes tájékoztatást találnak a programról a társaság honlapján, a paks2.hu oldalon. Szeptemberben Györkönny, Ordas, Géderlak és Újsolt településeket látta vendégül az MVM Paksi Atomerőmű ZRT a hagyományos nyílt napján. A vállalat kommunikációs igazgatójának köszöntője után a felnőttek az atomerőműben tettek látogatást, a gyermekeket pedig színes programokkal várták a szervezők. Nagyon örülünk, hogy közelről megmutathatjuk az atomerőművet. Külön öröm számomra, hogy ennyi sok fiatalt látok, akiknek az érdeklődése nagyon fontos, és akik remélem majd sokkal közöttek egyszer itt fogtok dolgozni. Dr. Kovács Antal, az MVM Paksi Atomerőmű ZRT kommunikációs igazgatója köszöntötte a vállalat nyílt napjának résztvevőit. A rendezvényt több évtizede szervezik meg, célja kezdetek óta az, hogy közvetlenül szerezzenek élményeket az atomerőművel kapcsolatban a környékbeli települések lakói. Már gyerekként kapjanak egy jó élményt az atomerővel kapcsolatban, nyitottabbak lesznek, ha innentől kezdve bármilyen információ éri őket, akkor ennek a tapasztalatnak a birtokában fogják ezt elhelyezni, és azt gondolom, hogy annak a magas társadalmi elfogadottságnak, ami a környékre jellemző az atomerővel kapcsolatban, ez egy nagyon fontos bázis ez a nyílt nap. Idén ismét 400 főt látott vendégül a vállalat 4 településről, Újsoltról, Géderlakról, Ordasról, valamint Györkönyből érkeztek a rendezvényre. A felnőttek mellett sok gyermek érkezett, a Györkönyi Általános Iskola valamennyi tanulója részt vett a programon. A Paks 2 közeletével egyre érdekesebb, hogy mi történik az atomerőműben, és ugye egyre több információhoz jutunk a Paks bővítéssel kapcsolatban, az erőmű bővítéssel kapcsolatosan. Szerintem ez egy jó lehetőség erre. A gyerekek is már megismerik, hogy mi történik itt, mert nem biztos, hogy annyira képe vannak gyerekként, de azért itt szerintem sokan információt fognak kapni, ami esetleg a további gondolkodásukat is befolyásolhatja, esetlegesen olyan pályaválasztás felé mennek, ami ugye az atomerőműben történő elhelyezkedéshez vezethet. A szervezők minden évben készülnek eső programmal, ezért a gyermekek a kedvezőtlen időjárás ellenére sem unatkoztak. Mi alatt a felnőttek az atomerőműben tettek látogatást, addig a fiatal korosztálynak egyebek mellett kézműves foglalkozást, hennafestést és gokártozási lehetőséget kínáltak. Tetkó volt, a fegyvereket megnéztük, meg a gokárt. És mit szeretnél még kipróbálni? Megnézem a tűzoltó autót. A fegyvereknél voltam, az nagyon jó volt, meg itt a gokártnál voltam még, és ez is jó volt. A korábbi évekhez hasonlóan szombaton a nyílt napot tartotta meg a vállalat, másnap pedig családi napot szerveztek, ahol az atomerőműves munkavállalók családját látták vendégül. Annak, aki itt dolgozik, annak van egy jó értelmevet büszkesége ez az atomerőmű, és mindig szereti megmutatni, szereti behozni a gyerekeket. Akkor, ha a gyerek elég a 16 éves korhatárt, akkor bemehet a területre, akkor végre úgy tudja neki megmutatni. Tehát van ennek egy nagyon jó, azt gondolom, jó kultúrája, hogy ezt az emberek kezeli, és minden évben a teltházzal nagyon jó hangulatban zajlik. A nyílt napon 400, a családi napon pedig 2000 fő vett részt. Első alkalommal szervezték meg októberben az országban az Erőművek Éjszakája elnevezésű rendezvényt. Az eseményhez az Atomenergetikai Múzeum is csatlakozott. Az interaktív programok és látványos kísérletek mellett üzemlátogatást is tehettek az érdeklődők. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal első alkalommal hirdette meg az erőművek éjszakáját. Országszerte összesen 42 helyszínen várták az érdeklődőket. Az Atomenergetikai Múzeum, mint a legjelentősebb energiatermelő intézménye is csatlakozott a programhoz. Szeretnénk megmutatni minden olyan érdekességet a múzeumból, amit főleg egy mondjuk az ország távolabbi részéből ide látogató vendégnek újdonság lehet. Tehát itt megint ki lehet majd próbálni a virtuális valóság szemüveget, a kiterjesztett valóság alkalmazás révén, ugye 3D-ben lehet majd a múzeum műtárgyait is, illetve az egyes munkafolyamatoknak a fázisait megnézni. Adok egy ceruzát, és az a feladatot, hogy a ceruzával elsőre egyszerűnek hangzik a feladat, de a megvalósításhoz már fizikai ismeretre és némi segítségre is szükség volt. Nagyon óvatosan emelt fel az egészet. Potyikoncsuk, ocsi, potyikoncsuk, potyimaj.
Poddj meg. A múzeum látványos kísérletekkel, fizika bemutatókkal, élményközpontú tálatvezetéssel, a gyermekeket pedig kézműves foglalkozással várta. A programra nem csak Paksról és a környékből, hanem a távolabbi településekről és még külföldről is érkeztek. Nagyon tetszik nekünk az Atomenergetikai Múzeum. Fontosnak tartjuk, hogy legyen abban a városban, ahol atomerőmű üzemel. Nálunk Novovoronyezsben is van múzeum, de nagyon kicsi, bővíteni szeretnék. Sokat tanultunk itt, ezért otthon biztosan mesélünk majd erről. Az Atomenergetikai Múzeum nagyon népszerű volt az utóbbi időben, egyre szélesebb körből érkeznek a látogatók. Az idén nyáron rengeteg külföldi látogatónk volt, például Hollandiából rengetegen érkeztek. A héten volt dán diák csoportunk, akik szintén már előzetesen, tehát több hónappal korábban már megszervezték ezt a látogatásukat, de tehát itt mind a két lehetőség igaz. Tehát az is, hogy valaki előre tervezetten több héttel vagy hónappal korábban jelentkezve látogat ide, de olyan is van, hogy a környékben itt jár, vagy éppen átutazóban van az ország egyik részéből a másikba, vagy mondjuk a Balatonról megy éppen Szeged felé. Nagyon sokan bejönnek hozzánk mostanában, tehát hogy ez is nagyban növeli a látogatói létszámunkat. A program során az atomerőműben üzemlátogatásra is sor került. Két turnusban 16 és 19 órakor várták az érdeklődőket. 10 éve, hogy 2009. októberében országjáró körútra indult a Paks 2 projektet bemutató interaktív tájékoztató kamion. Az elmúlt évtizedben csaknem 400 ezer látogató tekintette meg a kiállítást, amely minden nyáron ott van a legjelentősebb hazai, zenei és kulturális fesztiválokon. Az országgyűlés 2009. március 30-án hozzájárulását adta az új atomerőművi blokkok létesítésének előkészítéséhez Pakson. Az atomerőmű akkori vezetése úgy gondolta, szükség van arra, hogy széles körben tájékoztassák a lakosságot erről a döntésről. Egy új eszközt kerestek ahhoz, hogy a lehető legtöbbekkel megismertessék az atomerőmű kapacitás fenntartását célzó terveket, ezért indítottak útjára egy tájékoztató kamiont. Ennek a debütálása volt 10 évvel ezelőtt, 2009. októberében. Tehát érdekességként említeném, hogy én még akkor a Paksi Atomerőmű kommunikációs igazgatójaként dolgoztam, de miniszter úr Süli János akkor volt a Paksi Atomerőmű vezérigazgatója, illetve Lenke István, a mostani Paks 2 vezérigazgató, pedig az akkori Lévai projektnek volt a vezetője. A 10 év alatt rengeteg helyen járt a tájékoztató jármű. A cél az volt, és ma is az, hogy minél többen értesüljenek arról, hogy azért van szükség a két új blokkra, mert hazánk csak az atomenergia segítségével tudja garantálni az áramellátást megfizethető áron, klímabarát módon, tette hozzá Mittler István. Magyarország minden jelentősebb településén, tehát ahol már 5000 fő fölötti lélekszám van oda mindenhova ellátogatott. Ez annyit jelent, hogy összesen mintegy 800 helyszínen járt a tájékoztató járművenk, közel 400 ezeren keresték fel, és ez alatt 150 ezer kilométert tett meg a kamionunk. A nyári időszakban elsősorban a zenei és kulturális fesztiválokon jár a kamion, ugye az egyik fő célközösségünk az a középiskola egyetemi korosztály. Indulása óta 48 fesztivált keresett fel, 12 ezer órán át tartott nyitva, és 150 ezer kilométert tett meg a guruló kiállítás, amely interaktív eszközökkel játékos formában mutatja be az atomenergiát. Idén először nem Oroszországban, hanem hazánkban, Pécset tartották az Atomekót. A Nemzetközi Társadalmi Párbeszéd és Fórum novemberben többek között a nukleáris ipar fenntartható fejlődéshez történő hozzájárulásával, az alacsony szénkibocsátású energiaforrások propagálásával, a nukleáris biztonsággal, az új generációs orosz reaktor technológiákkal és a társadalmi párbeszéd fejlesztésének témájával foglalkozott. Lapát a kézben, a klímavédelem fontosságát kihangsúlyozva nukleáris iparban dolgozó szakemberek ültettek fát a pécsi Tüskésréti tónál. Ezzel a programmal vette kezdetét szerdán az Atomeko 2019. A 13. Nemzetközi Társadalmi Párbeszéd és Fórumot idén először nem Oroszországban, hanem a Baranyai megye székhelyén tartották. A szervező Rosatom szakemberein kívül a Paks 2 ZRT képviselői, valamint a beruházásért felelős tárca nélküli miniszter Süli János is ültetett fát.
Az atomerőmű építéséhez kapcsolódó cégek is bemutatkoztak az Atomekon. A diákok részéről kiemelt érdeklődés övezte a Paks 2 ZRT új standját, amely az évszázad beruházásának részleteit mutatja be. A világ egyik legmodernebb, legkorszerűbb, legbiztonságosabb két blokkját fogjuk tudni megépíteni. Ezzel a gondolattal köszöntötte a megjelenteket Süli János, a Paks 2 projektért felelős tárca nélküli miniszter hozzátette, a két új blokk létesítése során a megszerzett engedélyek száma mostanra már meghaladja a 400-at. Az atomerővet az engedélyezés, az építés folyamatában kell garantálni, hogy ez 60 évig jól működik, ezért van szükség erre 6000 engedélyre, mert az alapanyagtól a gyártási folyamatig, a lepróbálásokig minden menet közben van engedélyezve, hisz egy atomerőművet nem lehet kétszer megépíteni, csak egyszer, de akkor jó kell megépíteni. A 13. Nemzetközi Társadalmi Párbeszéd és Fórumon 400 a nukleáris iparban dolgozó szakember vett részt. A Paksi Atomerőmű és az RHK Kft., illetve hazai tudományos intézmények, civil szervezetek is bemutatkoztak, a TEIT és az Energiapolitika 2000 társulat nevű magyar civil szervezet pedig együttműködési megállapodást írt alá orosz partner szervezetekkel. Az Atomekon Kovács Gábor, a Paks 2 ZRT műszaki igazgatója is előadást tartott. Korszerű harmadik generációs VVR 1002-es blokkot valósítunk meg, amely minden olyan biztonsági intézkedés, biztonsági megoldást tartalmazni fog, amely jelenleg a legmodernebb biztonsági sajátosságokat testesíti meg. 4 darab teljes értékű biztonsági rendszerünk lesz, 4 darab train, ezek közül egy is elegendő a blokk, a reaktor biztonságos lehűtött állapotban tartásához. Tehát, hogyha a 4 rendszerből 1 karbantartás alatt van, 1 meghibásodik, akkor még továbbra is 2 üzemben marad, amelyből 1 is elegendő a lehűtésre. Decemberben a Tamási Caritas Egyesület javára szervezett ruhagyűjtést munkatársai között a Paks 2 ZRT. A két új paksi blokk építését koordináló projekt cég munkavállalói több mint 1000 kiváló minőségű ruhát adományoztak a szervezetnek, amely története során még soha ilyen nagyságrendű adományt egyszerre nem kapott. A Paks 2-nek nagyon fontos, hogy a régióban minél többet tudjanak magáról a cégről is, illetve magáról a projektről, de ezen kívül nagyon fontos, hogy azok az emberek, akik tudnak segíteni, azok tegyék is ezt meg. E gondolatok ösztönözték a Paks 2 ZRT kollektíváját abban, hogy ruhagyűjtést szervezzenek a Tamási Caritas Egyesület számára. Az ilyen is hasonló akciók rendszeresek a projekttársaságnál. Ezek során arra törekszenek, hogy a valós igényekre reagáljanak. Olyan szervezeteket keresnek, amelyek közvetlen kapcsolatban vannak a nehéz helyzetben élőkkel, és ismerik a problémáikat. Így esett a választás idén a Tamási Caritas Egyesületre, amelynek több mint 1000 kiváló minőségű használt ruhát adott át a Paks 2 ZRT munkatársai nevében Mittler István kommunikációs igazgató. Meg kell vallanom, hogy hasonló még nem történt az életünkben korábban. Természetesen az itt élők és a környéken élők hoznak szinte naponta adományokat, de ilyen nagyságrendben még nem volt erre példa. Úgyhogy nagy volt az öröm, és egyben a gond is, mert tárolási lehetőségeink behatároltak, tehát nem tudtuk, hogy mit fogunk ezzel kezdeni, de mára már megvan a forgatókönyv, tudjuk, hogy hova fogjuk továbbítani, kinek fogjuk adni. A ruhanemű egy része közvetlenül rászoruló családokhoz került, de a közmunkásoknak és a Tamási Roma önkormányzatnak is juttattak belőle. Legalább annyira jó és öröm adni, mint amennyire örülnek azok, akik kapják az ajándékokat. Az év folyamán több alkalommal volt gyűjtés, amikor országos akciók is voltak, hogy egy-egy beteg gyereknek a gyógyítására gyűjtöttünk össze pénzt, valamint az idén még a kollégák úgy döntöttek, hogy novemberben tettek egy javaslatot, hogy használt ruhát gyűjtsünk a munkatársainktól. Több mint 1000 ruhadarabot gyűjtöttek össze a kollégák és hoztak be jó 2 hét alatt. A Paks 2 ZRT nagy hangsúlyt fektet a karitatív tevékenységekre, rendszeresek a véradások, adománygyűjtések. Korábban a Tolna megyei Balassa János megyei kórház gyermekosztályán fekvő betegeknek, a Paks kistérségi szociális központ családsegítő szolgálata rászoruló ügyfeleinek is gyűjtöttek. Idén pedig csatlakoztak egy országos kezdeményezéshez is, amely során gyermekotthonokban élő gyermekeket ajándékoznak meg.
Ez történt az évben című műsorunkat látták. Kollégáim nevében kellemes ünnepeket kívánok, viszontlátásra!